Mindig az a bajom, hogy nagyon kevés a műsorban az énekesnő. Na hát ma kifogtam. Egy nótaénekes kislányához jöttem, akivel majd fogom piszkálni, de természetesen rá leszek kíváncsi. Én az angyalhangú Bokor Mariannával töltöm a napot, önök meg gondolom, hogy velem. Ez így kopog be az ember. Szia! Hát mi újság? De jó. De jó, hogy végre összejött. Ez nehéz igen, volt. Finom illatod van. Nehéz volt. Köszönöm szépen. Képzeld el, hogy igen. Nem jöttem üres kézzel. Virágot szoktak hozni. De nagyon kedves barátom Villentén még küldi neked, mert nagyon szereti. Köszönöm szépen, és a kedvencem a makaron. Hát egy makaron. Nagyon szép, szeretettel. Nagyon köszönöm. Ez biztos meg fogom ma kóstolni. Mindig azt szoktam mondani a lányoknak, hogy igaza van a Horváth Attilának, aki írta a Csárlinak a szöveget, hogy aki szép, az öregél is szép. Ó, köszönöm szépen. Hát azért segítettem egy kicsit magamon, de azért köszönöm. Nagyon szép dolgok vannak itt, hello. Most úgy kell csinálnom, mintha nem jártam volna még itt. Igen. Mert hogy nem jártam még. Még nem jártam itt még sosem. Ez is nagyon tetszik, de azon meg, ahogy te elvisz egyértelműen, igen. De ezt oké, hogy ezeket te rajzoltad. Igen, üvegmatrica. Értem. És testet. Én hol vagyok rajta? Hát figyelj. A másik igen. Felén. A másik felén, így van. Igen, igen. De legközelebb csinálják akkor rólad is. Jó napod lett volna, hogyha nem jövök a érted, mire gondolok. Tehát nem, mentél volna dolgozni? Nem, ma pont nem egyébként. Uh-huh. Holnap már igen, úgyhogy most nagyon örülök, hogy itt vagy. Úgyhogy pont jókor jöttél. Ha adsz egy kávét, mert igen. Nekem korán van még. Persze, adom. Akkor majd kíméletesen kérdezik. Jó, oké. Nagyon örülök. Hát akkor felrajj bejebb. Én beletöltetem a napot. Én is köszönöm örülök. Szépen. Gyere. Most valóban jól fog esni a kávé, nehéz napon. Jaj, de jó kis feladatom lesz, mert így mindig el kell vennem a hajadat, te is elvetted az enyém, hogy ne serszegjen a kávézol? Igen. Én nem nagyon szoktam, nagyon ritkán, a párom szokott inkább, de nagyon szívesen csinálok természetesen neked valami jó kis kávét. Akkor megköszönöm, hogyha... Hát igen, akkor... Tudod, ilyenkor szoktam megkérdezni, biztos láttál már műsort, hogy nyomhatod közben. Nyomhatom, hangos lesz. De nem baj. Igen. Hogy a konyha... Nézd, a lift! Igen, liftezik egy kicsit. Azt a mindenit! Igen. Hát megleptél. Kis cukorfalat. Álljak el innen? Nem annyira? Nem, majd nézd meg, hogy mennyi jön ki belőle, mert ez egy kisebb adag, és hogy akarsz meg... Én presszó kávét, persze, jó, az jó lesz nekem. Jó, erős legyen, mint a vitriol. Jó. Szóval most nem csinálok úgy, mintha ezt nem beszéltük volna meg. Igen. Én megmondom őszintén, hogy egy picit meglepődtem, amikor mondtad, hogy ma te főzöl. Mert általában a dívák nem úgy használják a konyhát, és ez most pejoratív tartalom nincs benne. Igen. Megmondom őszintén, én nagyon szeretek főzni, és ezt a párom is bizonyíthatja, mindig mondja, hogy number van, amit csinálok, de hát ezt majd te majd megmondod. Úgyhogy most egyébként nem egy olyan nagy dolgot, egy olasz ételt fogok csinálni.
bolonyait. Nagyon jó. Remélem, hát hogy szeretem. Az nagyon szeretem, azt lehet úgy enni, hogy fölcsapodik a fülemény. Így van, igen. Nagyon jó. Ezt szeretném látni, mikor csavarod. Az érdekes, hogy amikor beszélgettünk, és próbáltuk összehozni lassan már egy éve, hogy folyamatosan fellépsz. Igen. Hát akkor, és akkor a főzés az... Hát úgy van ez, igen, ez tényleg, hogy hétvégén művésznő vagyok, hétköznap pedig hát háztartásbeli asszony. Tehát, hogy de igen, jó. Igen, tehát csinálom én is ugyanúgy, mint a többi ember, úgyhogy... De hát én ezt nagyon szeretem, ezt a kettősséget, szerintem ez tök jó, így kiegyenlít. A felvétel időpontjához képest tegnap hétköznap volt, és azt mondod, hogy tegnap is játszottál. Tegnap jöttem haza, vasárnap volt egy esküvő, és akkor igen, csak ilyenkor nagyon messzire van, és akkor ilyenkor ott szoktunk aludni, és így jöttem vissza, igen. Jól vagy? Jól, igen. Most már úgy kipihentem magam, vagy nem tudom, hogy nézek ki szerintem. Nem azért, csak hogy úgy tudod, hát így igen, én most piszkállak egész nap. Jó, hát, oké. Jó, kérek bele egy kis szobrat. Még ennél többet kérsz, hogy nyomjak még egyet? Hát nyomj egyet. Nyomj egyet, jó. Ebben benne van a kávé valahol ott hátul. Igen, hátul. Igen, itt minden jön. Aha. Tegyünk bele, megengeded? Jó, persze, hát hogyne, nyugodtan. Tejet kérsz? Nem. Nem kérsz tejet. Ja, ez majd én kapom, oké? De akkor iszol velem egy kis lájtos kávét, ami miattam legyen rosszul. Nem, biztos nem leszek rosszul. Nekem is kell egy kicsit, hogy pörögjek fel, úgyhogy az jó lesz. Hogy alakul a napunk egyébként? Úgy tudom, hogy jön majd valaki, ami miatt nekünk azért bele kell húzni a forgatásba. Igen, a zenekaromban az egyik tag, Rónai Zsolti, a gitáros. Rónai, aha, igen, Zsolti, és jön próbálni, igen, itt szoktunk nálam. De mi abban beleeshetünk? Persze, hát ha van kedvetek, akkor nagyon szívesen. Egy kicsit énekelsz nekünk. Jó, persze, mindenképpen. Hoztam egy kis pénzt is. Na ez így már ragyogó. Na hát parancsolj. Oké. Okay. Csinálj meg a tiédet is, és akkor, akkor kávét vassunk. Csak egyet nyomok magamnak, nekem az bőven elég, még itt nem, hogy vérnyomásom felmegyen. Maradok, de tudom, hogy már ment. Sugja, hogy nem lesz vége. Oh. Szerelem, türelem, nagy ölelés, azután megint egy veszekedés. De mégis kell lesz, úgy, ahogy jó vihar után, mikor a vágy hazatalál. Sok a duma, inkább légy enyém, most légy enyém, a többi majd anyalunk holnap. Hey baby, légy enyém, csak légy enyém, s talán mindez egy életre szól majd. Az az érdekes, lehet, hogy a mi interjúban lett volna, csak én annyira kíváncsi vagyok rá, hogy olyan sok mindent és olyan sok oldalon énekelsz, hogy én nem is tudnám így hova sorolni a hangodat, hogy szoprán, koloratúr. Hát én alt és mezzoszoprán között vagyok. Nagyon durva hangot. Igen, igen. Egyébként ennek nagyon örülök, mert így tényleg többféle stílusban tudok énekelni, de azt veszem észre, vagy legalábbis az évek alatt, hogy ha mélyen énekelek, az nagyon jól áll, tehát a mély lágja az, ami szerintem az én hangom. De természetesen a technikával ugye az évek során megtanultam, hogy kell magasan is énekelni, de hát azért azzal vigyázni kell, szóval tudni kell, hogy az ember hova teszi a hangot, meg ilyesmi. Szóval igen. Bőven volt nyáron fellépésed, tehát nem panaszkodsz? Nem panaszkodok, most nem panaszkodok. A pandémia óta ez most, hát ez, igen, ez most nagyon jó, igen. Így van. És akkor te általában melyik a több, a szóló fellépésed, vagy hogyha zenekarral mész? Hát most úgy van, hogy nyáron azért volt több szóló fellépésem, és a szólót azt úgy értem, hogy ugye különböző szervezők hívnak egyedül, tehát nem zenekarral, hanem akkor így van, igen. De van egyébként egy állandó zenekar is, aki szokott kísérni, ott viszont nem saját dalokat, ott mindenféle feldolgozás. Persze. Aztán vagyok benne egy parti zenekarba, ez a Gönczi Gábor féle Smile Rock Circus, és van a saját zenekarom, ez a Realive, hát igen, és velük csak saját, és egy-két feldolgozás dalt szoktunk játszani, de hát ez így most ment így nyáron, igen, szerencsére. Meg se kérdezem, hogy ezt a repertoárt, ezt hogy lehet fejben tartani? Ez neked elképesztő nagy repertoár. Hát azért, megmondom őszintén, az én is van, hogy szem... Durván. Nem tudom mi. Hát, ez most egy jó kérdés, igen. Hát, hogyha
hogy a dalt, amit kívülről tudok, mondjuk azt szerintem egy 300 biztos, hogy van. Igen, de azért vannak most, azért vettünk be újabb dalokat, tehát azokat még nekem is még azért néha bele kell pillantanom, meg ilyesmit, de azt egyébként nem szeretem, mert úgy gondolom, hogy az előadó ne olvassa a szöveget, bár ebbe én is beleestem ebbe a hibába, tehát ezt megmondom őszintén, de azon vagyok, hogy minél jobban én is megtanuljam, és úgy adjam elő, hogy ne kelljen olvasni, mert hát akkor nem tudok foglalkozni a közönséggel, igen. Nyilván. Úgyhogy hát igen, sok dalt meg kell tanulni, és hát jól, igen. Klub vagy fesztivál? Mi a jó? Szerintem mind a kettőnek megvan a varázsa. Mind a kettőnek. Egyébként a klubokat jobban szeretem, nem tudom mi, az ilyen családiasabb. Közvetlen. Valahogy igen, és én nagyon közvetlen ember vagyok, úgyhogy azt jobban szeretem, igen. De hát a fesztivál is, ott meg lehet örülni. Hát amikor a színpadon beindulsz... Igen, egyébként ezt már más is mondta, hogy ilyen két év vagyok, mert hogy van egy ilyen... Oda egyáltalán menni fényképezkedni, amit te művelsz a színpadon, nem? Igen, egyébként igen, de hogy ott teljesen más ember vagyok a színpadon, tehát hogy... És a magánéletben is más ember vagyok, szóval itt egy kicsit ilyen nyugodtabb, és a színpadon meg ott ki tudom adni magamból az őrültet is, tehát, és jó értelemben az őrültet, tehát tényleg az tök jó szerintem. Na kávézgassunk meg, kávézzünk. És ha megengeded, akkor igen. Ugye azt szoktam kérni, hogy a lakásodnak egy olyan pontjára menjünk, igen. Ahol én tudlak faggatni. Kezdetektől napjaink. Oké, okay. Jó, menjünk. Köszönöm. Why do I keep playing with fire? Megmondom őszintén, hogy kicsit aggódtam, de elkerülhetetlen Bokor János. Tehát még a Falcon-ban is azt mondtam, hogy hát neked nem is nagyon volt más választásod. Tehát nekem akkor beszélnél arról a korszakról, amikor még csodálkoztál azon, hogy apukád mit művel a lépcsőházban, meg igen, otthon, meg igen. Stb. Ez így volt, igen, igen. Tehát én apukám ugye Bokor János, magyar nóta énekes, és hát ebben nőttem fel, nőttünk fel a testvéremmel, és hát nem volt tényleg, ahogy te is mondod, más választás, hogy, illetve lett volna, de mivel annyira tetszett, ahogy az apu csinálja a karrierjét, és amilyen tehetsége van édesapámnak, hogy... Tényleg én ezt szerettem volna mindig is csinálni, bár az apu az mindig azt mondta, hogy jaj, kislányom, hogy ezt nem kellene, valami mást próbálj ki, biztos, hogy van olyan, ami tetszik, és hát ez tény is valahogy egyébként úszó is szerettem volna lenni annó, akkor művészi tornász is, ezeket is csináltam gyerekkoromtól, de hát ugye minden este aput vártuk haza, a lépcsőházba ugye énekelt, és gyönyörűen, és egyszerűen... Nem volt más választás, tényleg, ahogy mondod. Nem mondta neked annó, hogy nem bánom, aztán majd természetesen igen. Visszatérünk. Nem bánom, lehetsz énekes, de normális szakmád nekem legyen, lányom. De, ezt is mondta egyébként, és van normális szakmám is egyébként. Élelmiszer és vegyőáru kereskedő, és egy gimnázium érettségim mm-hmm. van egyébként, úgyhogy ha bármi van az énekléssel, akkor én el tudok egyébként helyezkedni máshol is. Meg még én egészségügyben is dolgoztam nagyon-nagyon sokáig, mint titkárnő. Mm-hmm. Úgyhogy én ezzel nem lenne probléma, hogyha esetleg az éneklés valami miatt nem menne, de viszont megőrülnék nélküle, tehát hogy ez kizár dolog. Hogy... A pici Ria, amikor állt a színpad előtt és nézte büszkén az apukáját, szerinted ott kezdődött a fertőzés, ha érted, mire gondolod? Igen, biztos, ebben biztos vagyok, bár megmondom őszintén, én gyerekkoromban ugye művészettornáztam és néptáncoltam, és én akkor még táncos nő szerettem volna lenni, de mivel ott is kellett énekelni népdalokat,
és ott már a tánctanárnő felfigyelt a hangomra és a hangszínemre, pedig akkor még egyáltalán nem foglalkoztam az énekléssel, de nyilván én is hallottam, hogy hát valamit csak örököltem a fatertól, és igen, és ez így alakult, aztán hogy én zenei általános iskolába is jártam, úgyhogy ott fél évig vagy egy évig dobolni is tanultam egyébként, aztán azt abba hagytam, mert apu megőrült, mikor hazavitt ezt, és otthon gyakoroltam, és mondta, hogy fú, azt mondta, akkor inkább énekelj, mert ez ettől megőrül. Úgyhogy igen, tehát hogy a fertőzés, az megfertőzés az onnan. Tehát akkor nem csak, hogy a hangod jól szólt és mindent neked kellett énekelni a suliba, hanem még, hát bokornév ugye kötelez. Igen. Melyik volt az erősebb? Na most az van, hogyha mondjuk én mostanában elmegyek ugye fellépni, és mondjuk hát nem csak mostanában, csak amióta énekelek. Igen, hogy... Azt, hogy én a Bokor Jánosnak a lánya vagyok, ez egy olyan megfelelési kényszert is kiváltott egyébként belőlem, és ez már gyerekkorom óta, hogy én nekem nem szabad rossznak lennem a színpadon. Tehát, hogy mivel hogy az édesapám hozott egy szintet, egy nagyon magas, kiváló szintet, ezért nem lehet az, hogy a gyerekei idézőjebe kevesebbek legyenek, és ezért folyamatosan, szorgalmasan és oda kellett figyelni arra, hogy tényleg az ember jó legyen. Na hát mondjuk ez az a szerencsé, hogy tényleg örököltük a testvéremmel ezt a tehetséget, azt mondhatom, na de önmagában a tehetség szerintem nem ér semmit, hogyha nem dolgozunk érte. Tehát nyilván nekem is ugyanúgy el kellett járnom énektanárnőhöz, tehát hogy, és mai napig is itthon is egyébként skálázok, vagy ha valamit nem tudok, akkor felhívok énektanárnőhöz, nőket is kérdezem, hogy hogyan kell. Tehát hogy ez egy folyamat, és ezt mindig karban kell tartani, és ez nem úgy működik, hogy az ember csak úgy fel kell reggel, és azonnal van hangom. Egyébként biztos, hogy van ilyen is, tehát ilyen emberi típus is van. Én nem ez vagyok, nekem mindenképp fel kell kelnem, és apu egyébként mindig arra tanított, hogyha engem korán reggel hívnak valahova énekelni, akkor azt mondta, legalább 2 vagy 3 órával hamarabb keljek fel, hogy a hangom és a hangszám és minden annyira jól kinyíljon, hogy én tudjak normálisan énekelni. Meg hát ugye, hogy bemelegedje, mert azt is be kell melegíteni. Tehát, hogy igen. Addig csak markírozni érdemes. Igen. Szóba sem került, ugye, hogy te a nóta műfajnál maradj, és ebben pejoratív tartalmat ne keres. Nem, abszolút nem. Igazából én már a hangszínem miatt is már gyerekkoromban is azt éreztem, vagy azt gondoltam, hogy először is táncdalénekesnő szerettem volna lenni. Igen, de aztán ugye elkezdtem hallgatni, ahogy tinédzser lettem a rockzenét, Toto, Queen, Bon Jovi, Metallica, tehát minden őrületet, és akkor éreztem azt, hogy én inkább rockénekes nő vagyok, legalábbis én azt mondom magamra, hogy rockénekes nő vagyok, holott a dalaim, a saját dalok, azok populárisabbak, tehát hogy nem túlzott ez az őrült rock, de azért most már, akikkel együtt dolgozom, meg dolgoztam, azért ők is érezték, hogy nekem az áll a legjobban, és akkor most megyek azon az úton, hogy elérjem tényleg azt a célt, hogy végre azt a hangzást és azt a stílust tudjam tovább vinni, ami én vagyok igazán. Soha nincs magány és csend, ha a szívem ébreszt inspiráló dallamokkal, mert súgni nem felejt, nekem a tükröződő bátorítás 100 törékeny pillanatban, és falakat bont, kerül a gond. Mindent megold. Mit gondolsz, hogy mi volt az első olyan momentum az életedben, amikor te is érezted, és most már ugye aputól teljesen függetlenül, hogy elindultam. Tehát amikor Bokor Ria énekesnő vált, hol járunk, melyik városban, és melyik évben? Igen. Hát... későn érő típus vagyok, azt kell, hogy mondjam, és ez abban is megmutatkozik, hogy voltak lehetőségek 20 éves koromban is, de valahogy nem is az, hogy eltávolítottam magamtól, hanem még úgy éreztem, hogy még éretlen vagyok. És akkor ilyen
25 éves korom körül volt az, amikor amikor azt éreztem már, hogy hú, nekem ezzel tényleg kellene jobban foglalkoznom, és oda kellene figyelnem, mert addig ugye énekelgettem, ezt mondom, hogy énekelgettem, és utána mentem zenekarokba, elmentem castingokra, és akkor ott megismertek, akkor éreztem, hogyha elmentem egy castingra, akkor nagyon tetszettem, akkor tényleg szinte nagyon szerettek a zenészek velem együtt zenélni, játszani, és aztán ugye kerestem a stílusomat, hogy ki vagyok én, vagy hova tartozom, vagy melyik az a közeg, amihez én beleillek igazából, mert ugye ez is tök fontos. És a hangszínem alapján jártam ugye énektanárhoz, mindig jazz kell énekelni, de én sokszor meg nem volt. Igen, meg nem ez a stílus voltam, én éreztem, hogy attól én sokkal keményebb vagyok, vagy egy kicsit olyan, de érdekes, hogy egyébként a rockzenében és a lágyabb, a líraibb rockzenét szeretem, és akkor így mentem tovább, és kerestem magam, elmentem, nem hazudok, tényleg egy őszinte interjú, rengeteg tehetségkutatón voltam, ezt el kell, igen, mondjam, tényleg persze. Rengeteg tehetségkutatón, és azt kell, hogy mondjam most már visszanézve, hogy sokáig bántam, hogy ó, de kár, hogy elmentem, hogy miért mentem én el, és most már nem bánom, mert azt mondom, hogy ezek is persze. Mind hozzám tettek, és tényleg, hogy abból is fejlődni tudtam. Az, ami kimaradt az én életemben a tehetségkutatók által, hogy élő showba soha nem kerültem be. Viszont ameddig elkerültem, vagy oda kerültem, soha nem volt olyan, hogy azt mondták volna, hogy hú, hát ez nem jó, vagy van, hanem mindig az volt, hogy nagyon jó világszínvonal, nagyon jó énekes, és aztán mégsem kerültem be, és ez annyira bántó volt, annyira rossz érzést keltett bennem, hogy az évek során az ember ugye az önbizalmából azért veszített, hogy úristen, akkor mi lehet, hogyha ennyire mondják, hogy jó, akkor miért nem sikerül a tehetségkutat? És akkor aztán ugye utána találkoztam hasonló kolléganőkkel, vagy kollégákkal, akikkel ugyanezt történt, akkor megvigasztaltuk egymást, és akkor végül is kiderült, hogy valakinek az az útja, valakinek pedig ez, amit én csinálok, hogy saját magamat építem fel, és úgy, tehát én megyek a saját utamon, és akkor nincs egy külső idézőjelben segítség. Ria, te tulajdonképpen az áttörést hiányolod. Igen, így van. Ugye? Így van. A te megítélésed szerint mi az, minden megvan. Olyan hang, hogy a faladja a másikat. Nagyon köszönöm. Szép vagy, fiatal vagy, felkészült vagy, ahogy mondtad, 300 dalt ismersz. Mit gondolsz, hogy mi hiányzik, ha egyáltalán hiányzik? Igen, az van, hogy nyilván az ember elgondolkozik, tehát mármint úgy értem, az az ember elgondolkozik, aki szeret fejlődni, és illetve akar is fejlődni, mert nem az, hogy szeret, hanem akar. És én nyilván én szeretnék és akarok is fejlődni, és elgondolkoztam én is, hogy vajon mi lehet az, amitől még az az áttörés nem jött meg, és hát ebbe az embernek nyilván benne van a személyisége is, meg amit az előbb mondtam, hogy későn érő típus vagyok. Most már például sokkal jobb vagyok a színpadon, mondjuk, mint 10 évvel ezelőtt. Hát, de ez természetes. Igen, csak hogy most érzem, de valakinél ez már előjön 20 éves korában, vagy akár 30 éves. És én pedig így ahogy mentem, így éreztem, hogy lassan, de biztosan megyek a célom felé. Uh-huh. És lehet, hogy én ez a típus vagyok, hogy nem kell nekem az, hogy hirtelen, mert egyrészt, hogy azt érzem, hogy annyira érzelmes ember vagyok, hogy, és van abban, amikor nehezen viselek dolgokat, és mindig azt mondják a közösségi oldalak, hogy te milyen boldog vagy, meg milyen, igen, boldog vagyok, de az ember, legalábbis én nem teszek olyan képeket, amikor nagyon szomorú vagyok, vagy szét vagyok esve, van vagy ilyen? Nem tudom. Igen, van. Mitől? Vannak, mondd el, mitől? Igazából van. Négy szem közt vagyok. Igen, négy szem közt vagyok. Hát igazából megmondom őszintén, hogy ugyanúgy, mint más embereknek, nekem is vannak dolgok, amiket fel kell dolgoznom. Például ez is, amit mondtál, hogyha nem úgy sikerül valami a zenén belül, akkor azt feldolgozni, hogy akkor ez most miért nem sikerült, vagy ha mondjuk sikerül valami, tehát például ezt is megfigyeltem magam, hogyha sikeres korszakot élek éppen, vagy időszakot élek, és utána, mit tudom én, 2-3 hét múlva nincsen egy hétig semmi, akkor így érzem ezt a visszazuhanást, hogy fú, most itt fönt voltam, hogy fú, de jó volt, és folyamatos pörgés, és aztán hirtelen nincs semmi 1-2 hétig, na azt úgy nehezen tudom viselni, hogy megszűnik az a világosság, vagy hogy mondjam, az a pörgés, vagy nem is tudom, de viszont
Egyébként pont szerencsém van ilyen szempontból, hogy a párom pszichológus, és mindig azt mondja, hogy, igen, és hogy azt mondja, hogy ez egy tök normális dolog, hogy az ember, amikor a csúcson érzi magát, tehát jól érzi magát egy időszakban, és utána nincsen, hogy akkor az egy ilyen hiányérzetet hoz az ember. De hát ez egy természetes dolog, és ez szépen fel kell dolgozni, tehát meg kell ezt is élni. Tehát neked a színpad a lételem. Igen, nagyon szeretek a színpadon lenni tényleg, de ahogy mondtam is neked, hogy az tény, hogy nekem ez lassabban megy, tehát hogy nekem fel kell dolgoznom körülötte dolgokat, és azt is észrevettem, hogyha hirtelen siker jön, azt is fel kell dolgozni, és érdekes, az ember még a sikert is nehezen viseli, mert például az, hogy úgymond népszerű leszel, és mondjuk az utcán megismernek, annak van egy jó oldala, meg egy rossz oldala is. Na most én eddig a jó oldalával találkoztam, de viszont már most kezdem én is észrevenni, hogy azért nyilván az ember nem tetszhet mindenkinek, és ez tök normális, tehát ezt el kell, és azt én el is fogadtam, de hát nyilván vannak olyan emberek, akik szeretnek beszólogatni a másiknak, meg minden, de ezeket nem szabad figyelembe venni, tehát tényleg. Na és ezek a dolgok, amiket meg kell tanulni ezt is az út során, hogy ezt hogyan kezeld. Van elég türelmed? Szerintem mit igen. Mit mond a pszichológus? Igen, hát ő ebben egyébként sokat segít ilyen szempontból. Én magamat türelmesnek találom egy bizonyos határig, de utána viszont robbanok. Szóval ilyen vagyok. És az az igazság, hogy azt tanultam meg most így már az utóbbi 5 évben, hogyha valami bánt, akkor ezt nem szabad sokáig magamban tartani, mert volt, hogy nehogy megszóljanak, hogy most akkor én ezért szóltam, vagy valami ilyesmi, akkor magamba tartottam, és akkor éreztem, hogy gyűlik fel, és már nem jó, már nagyon feszült vagyok, már nem jó, és akkor utána meg én, aki engem mondjuk megbántott, azt én úgy vissza tudom bántani, tehát úgy oda tudok szólni, de pont azért, mert már gyűjtöttem magamba, és nem, hogy még az elején, mikor csak egy kicsike valami volt, mondtam, hogy figyelj már, ez most úgy nem esett jó, hogy ezt nem így kellett volna. Nem, hát én na most már megtanultam, ha érzem, hogy csak egy picike valami van, akkor tök finoman szólok, hogy figyelj, ez most úgy nem tetszett, hogyha lehet, akkor másképp fogalmaznál, vagy ilyen. Szóval igen. Amikor látlak a színpadon, tényleg felszántod. És mindig azt jár a fejemben olyankor, tudod, hogy nagyon sok pályatársadat ismerem, hogy vajon könnyű lehet-e veled, hogyha ilyen temperamentumos vagy a színpadon, mert az nem lehet, hogy itthon meg teljesen más vagy. Hát ezt igazából mások tudnák elmondani. Na, nyilván. Tudom, igen, egyébként én azt gondolom, hogy szerintem igen, nagyon alkalmazkodó típus vagyok. Jó emberismerő is vagyok idézőjelben, tehát felismerem, hogy mondjuk a kollégám vagy a kolléganőm milyen személyiségű nagyjából, és akkor, tehát hogyha látom, hogy valami őt idegesíti, akkor nem kezdem el direkt beidegesíteni, hogy haj, most furkány, tehát nem vagyok ilyen szemtelen ilyen szempontból. Inkább én vicces, humoros vagyok egyébként. Tudom. És igen, és mondom, és csapatban nagyon szeretek dolgot. Tehát esküszöm, hogy jobban szeretem azt, amikor zenekar körülvesz, és ott vagyunk együtt, mint amikor ugye beszéltük ezeket a szóló fellépéseket, és akkor tényleg az ember kimegy ilyen félpébeke, és ott egyedül a színpadon, és ott hát ez kész. Az is egy kihívás. Igen, az is egy kihívás. Ha már így 4 szem közt vagyunk, tehát idegesíti azt, vagy irritál-e azt téged, hogy vannak fönt a csúcson olyan énekesnők, akik fel annyit tudnak, mint te, és te még nem vagy a csúcson. Tehát ez hogy viseled el, mikor hallod, hogy te jobb vagy? Irritál, nem irritál egyáltalán, mert tudom, hogy eznek mi a most már, ugye, még mondjuk egy 10 évvel ezelőtt azt mondom, hogy zavar, de annyira meg nem, mert hogyha ezzel kezdedik folyamatosan foglalkozni, akkor nem foglalkozok magammal. És inkább úgy vagyok, hogy én inkább magammal foglalkozok, és én csinálom a kis saját tempomban a dolgot, és a többi meg nem érdekel, majd én is elérem azt. Meg nyilván, ha elmegyünk koncertezni, akkor most már hála Istennek tényleg azt látom, hogy ha nem is ismer mondjuk a közönség, mert mondjuk felkonferálnak, hogy ki vagyok, mi vagyok, felmegyek, és mondjuk előadjuk a zenekarommal, amit ugye elő kell adni,
akkor mindig annyira szépen és kedvesen, és a végén jönnek, hogy fú, hát ezek annyira jó dalok, és milyen jó, és hogy de kár, hogy nem ismerünk téged jobban, hogy nagyon szeretnénk téged többet látni, és ez nekem egy visszajelzés, ez egy tök jó visszajelzés. És akkor mindig úgy vagyunk a zenekarra, hogy jó, akkor ez is most egy nagyon szép koncert volt, akkor megyünk szépen tovább. Mire a legbüszkébb Bokoria? Hát, ez egy jó kérdés. Ez egy jó kérdés egyébként. Magamra nagyon büszke vagyok. Magamra nagyon büszke vagyok, és azért mondhatom ezt, mert sok minden dolgon átmentem. Én is lehettem volna lent úgy a padlón, hogy aztán összesen tudnak szedni, de valahogy oda sosem jutottam olyan szinten, hogy engem úgy össze kelljen idézőjelbe szedni, holott én is volt, hogy éjszakákat sírtam át, és tényleg anyukámat hívtam, hogy segítsen, mert hogy így érzem magam, úgy érzem magam, de hál' Istennek van egy olyan jó családi hátterem is egyébként, hogy nagyon vigasztalóak, és jól állnak hozzám, és főleg anyukám, ő nagyon tudja, hogy engem hogy kell kezelni. És hát igen, tehát ezt magamnak köszönhetem, hogy büszke vagyok magamra, tényleg, ez így igaz. Meg hát a körülöttem élő emberek, a családom. Kedvenc kérdésem egyik, és most a teljesen tényleg kíváncsi vagyok rá, hogy ha el tudnám neked valahogyan intézni, hogy visszakullogjál a kis Riához, mert mondtad, hogy te későn érő vagy. Igen. Tehát, hogy visszamehetnél a gyerekkorba, uh-huh. és ezzel az ésszel, ezzel a tapasztalattal, ezzel a temperamentummal, uh-huh. milyen tanácsokkal látnád el a 7-8-9 éves Riát? Uh-huh. Ez tök jó kérdés amúgy. Az biztos, hogy azt mondanám neki, hogy ha jön egy lehetőség, akkor azt ne hagyja ki, mert voltak egyébként jó lehetőségek, amit félelemből kihagytam, és azért hagytam ki, mert azt éreztem, hogy lehet, hogy nem vagyok még ahhoz megérve, vagy nem is tudom, vagy ezt hogy fogom viselni. Tehát, hogy, és a szabadságot nagyon szeretem, és mindig úgy voltam vele, hogy ha én egyszer ismert ember leszek, akkor az igazán... Vagy Ria. Igen, de hogy akkor még ugye, tehát hogyha ismert ember leszek, akkor nekem példamutatónak kell lennem. Tehát én már akkor nem csinálhatok meg olyat az utcán se, vagy bármilyen szórakozón helyen, amihez mondjuk annyira úgy lenne kedvem, hogy most akkor így iszok, vagy úgy iszok, vagy így eszek, hogy én, hanem nekem akkor most már, ha bemegyek valahol, akkor mégiscsak figyelnem kell, hogy hogyan ülök le, mit csinálok, vagy éppen, hogyha vásárolok, akkor úgy is tudom, hogy nézik, hogy mit vásárolok, mondjuk azért még itt nem tartok. De hogy tudom, hogy ezek benne vannak ebbe a dologba. Tehát, hogy azt tanácsol, és most már egyébként már nem zavar így, de hogy azt tanácsolnám, igen, hogy menjen bele a lehetőségekbe, és álljon ki magáért. Na, ez nagyon fontos. Az nagyon fontos, mert egyébként sok mindent ráhagytam dolgokat emberekre, és nem válaszoltam vissza, vagy ha visszaválaszoltam, akkor nem úgy válaszoltam, ahogy kellett volna, hanem mondjuk durvább volt. Na ez igen, hogy finomítanám magamat egyébként, és belemennék jó dolgokba. Most már így vagyok, hát ezzel a észre így most már ennyi idősen, igen, de hát akkor igen. Apukád adta, hát a nevét tulajdonképpen. Igen. Édesanyád megmondanom adta a támaszt és óvta lépteidet. Igen. Ilyenkor olyan kedves szokott lenni, mikor van egy ilyen kis kortörténeti interjú vagy műsor, hogy üzelhetsz akkor, hogy amikor visszanézi a műsort, akkor jó fog neki esni, hogy üzensz neki, mondjuk abba a kamerába. Tehát saját magamnak. Nem apukámnak. Anyukámnak. 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 Mi elsírom magam. Oda bele a csőbe. Igen. Hát drága édesanyám, azt üzenném neked, hogy először is nagyon köszönöm, hogy megszülethettem, és hogy ilyen csodálatosan neveltél fel engem, és
mindig megmutattad, hogy hogyan kell embernek maradni, és hogy hogyan viselkedjünk másokkal, és borzasztóan hálás vagyok neked, meg érted, és nagyon köszönöm, hogy ilyen szépen felneveltél. Kolomb. A kolomb az benne volt. Igen. Köszönöm. Én is köszönöm. Megunni a lényedet. Néha szertelen, van, hogy szemtelen, mégis olyan édes, pont a végzetem. Sok a duma, inkább légy enyém, most légy enyém, a többi majd agyalunk holnap. Hey baby, légy enyém, csak légy enyém, s talán mindez egy életre szól majd. Hogy nekem milyen szerencsém van? Szervusz, Zsolti! Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és csináljunk úgy, mintha nem beszéltük volna meg. Szóval nagyon-nagyon megköszönöm, hogyha a Riának a kedvenc dalaiból egy kicsikét kísérsz meg, hát akkor legalább egy picit gyakoroltok, úgyis heti 4-5 bulinál nincsen több, tehát ott pont három igen, fér. Igen, így van, így van. Jó, és akkor én meg leskelődök meg, ilyenkor szoktam videózni én a telefonommal, jó, ha megengeditek? Persze, persze, persze. Jó? Könnyű vele? Könnyű. Hol? Könnyű. Hát mit mondhatná, itt vagy náluk? Akkor nektek jó munkát. Köszönjük. Köszönöm szépen. Hát Zsuzsóka, akkor hajrá. Van az úgy, hogy kicsit elveszik az ember, és ahogy rohanunk, közben lassítani sem mer. Megállni fél, sokszor csak álmokban él. Mindig hajt valahová, valamiért. Van az úgy, hogy rád borul egy felhő, elgő vihar elől nem véd meg semmilyen ernyő. De tudd, hogy ez a világ ekkor is csak arra vág, hogy te érezd a jót és lásd a csodát. Csak a szívben látsz, jársz az utadon, nem kell más, túl a falakon vár egy világ, ahol nincs is határ. Más csak a jelen idő. Hallá-
vagy tátott szájjal nézed, mit csinálok. Álmaimban már mindent megtettem azért, hogy valósággá váljon még, amit előrzök én. Felnőttem, és engem a gyermek lelkemmel minden, ami jó, az újra ölel. Hagyni, csak hadd vigyem. Hát gyönyörű lett, és óriási illatok. Most képzeld, milyen szerencsénk van, hogy amíg mi mély interjún voltunk, addig anyu ezt megcsinálta. Én csak a előkészületekben voltam benne, úgyhogy hát a mamai eljön. Hogy mutatkoztam be anyukádnak? Igen. Mikor megjöttem? Ja, hogy te lesz, ő lesz az anyós. Igen, emlékszem. Igen. És tessék, akkor most legalább megtudod, hogy a akkor leendő viszont anyósod. Igen, merítsél nekem, légy szíves. És úgy, hogy jól nézzen ki a pulóvereben. Várjál, húha, várjál, ez így nehéz lesz, lehetséges. Hova, ne sokat. Igen. Úgy. Sokat. Ne egyem le magam. Ez, ó, nem baj, Atikám, hát ki lehet mosni mindent. Ez az, hogy remeg a kezem, nagyon jó. Na hát, ugye. Helyen, és még meleg. Ez egyszerűen gyönyörű. Ezt köszönöm szépen. Hát nagyon szívesen. Igen. Hát én nagyon köszönöm neked, hogy, hát én köszönöm, hogy ilyen őszinte voltál. Köszönöm én is. És jókat kérdeztél. Hidd el, hogy jó helyen vagy. Jó helyen vagy, és én azt gondolom, hogy jó helyre tart. Ez a szakállas tészta. Igen, ez hogy, teljesen az. Hogy jó felé tartasz, tudod? Én is ezt gondolom egyébként. Úgyhogy bízom ebbe a dologba, úgyhogy hát legyen így. Igen, szedek neked, jó? Köszönöm szépen. Szereted egyáltalán ezt? Hogy ne szeretném, ne viccelj. Meg én téged is szeretlek. Na, hát én is téged. Köszönöm szépen egyelőre. És várjál, a sajt. Ja, azt már is egy... Hozzá, drágám. Hát igen. Ezt most itten felvágom. Az én is csinálják már valamit, érted? Igen. Most nem baj, ha nem öntöm ki sehol? Nem, meg is foghatok. Akkor nem így. Szóljál majd, lehet, hogy ráborítom az egészet. Nem baj. Jöhet még? Igen. Így marad. Mellé. Lehet, hogy ráborítom az egészet. Tudtam, jó lesz baj, az így. Nem baj, hát egyébként ez a habitusomat is tükrözi. Köszönöm szépen. Ja, te is merítsél magadnak, igen, feltétlenül. Igen. És igen. Ha tetszik, ha nem, én azt kívánom neked, hogy igen, nagyon sokat halljak rólad. Köszönöm szépen. És büszke vagyok a barátságodra. Köszönöm, édes. Borisát tiédre is, igen, jó sokat, igen, és együnk. Jó. Hát akkor jó étvágyat. Neked is, fia. Köszi. Éles látásomat a Trend Optikának köszönhetem.